Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon reggelen délutánon. Itt a Lukasz, szervusz. Itt van a Davis, nem másra vagyunk, mint az autóba. Aha, mindjárt vezetünk, nem másra vagyunk, mint az autóba, és eljöttünk ebédet venni, nem más fogunk enni, mint hamburgert. Én rettentően szeretem ezt a hamburgert, azt fogunk enni, a Lukasz az mit eszik? Halat, krumplival. A Davis pedig ilyen nuggetet, ilyen csirkés nuggetet, nem tudom, hogy mondják azt magyarul, ilyen csirkés rudakat krumplival fogunk enni. Valószínűleg, hogy hazavisszük, ugyanis egy kicsit ma reggel hideg van, nem is reggel, mert már dél van, fúj a szél. Ugye a kérdésem hozzátok a következő, nálatok mi az ebéd? Nem tudom, kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit esztek a mai napon. Spagettit, spenótot, hamburgert, pizzát, mi nálatok az ebéd? Nálunk nincs ebéd ma, ugyanis a feleségem reggel akart készíteni rendes ebédet, de mondtam neki, hogy nem tudom, hogy miért, de mondom, oknál fogva, hogy ilyen hamburgert akarok enni, úgyhogy azért gondoltuk, hogy a feleségem nem fősz, hanem eljövünk és itt eszünk, de gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy nálatok mi az ebéd? Mit esztek? Mit? Itt a Lukasz. Mit csinálsz? Én nem tudom. Nem tudod. Aztán nem máshova megyünk, mint el kell menni a boltba, kell venni nadrágot, ilyen iskolás nadrágot. A Lukasznak hosszú nadrágot, ugyanis ahogy mondtam, itt megjött a hideg, és nincsen hosszú nadrági, mert kinőtte. Úgyhogy azt kell megnéznünk valahol, úgyhogy... De előtte elmegyünk, és megmutatom ezt a hamburgert. Bár biztos, hogy láttátok. Nem tudom miért, én rettentően szeretem ezt a hamburgert. Azért megmutatom, hogy hogy néz ki. Várjál, megmutatom, hol vagyunk amúgy. Itt a vizen. Nem tudom, ki emlékszik rá, meg ki nem, de ezen a vízen szoktunk kijönni a jetskivel, meg a csónakkal, oda nyitottabb vízre, ahol rettentő régen nem voltunk. Ja, nem sokan vannak a vízen, nem igen mennek. Ilyen felhőses idő van, ahogy mondtam, kicsit hideg van. És itt van a tél, szerintem majdnem. Esett az eső az éjszaka. Na minden, jön a feleségem, hazamegyünk és megebédelünk. Hazajöttünk, mutatom a hamburgert, amit annyira szeretek. Amúgy sima hamburger, semmi extra nincs benne. Ez az én, nem az, hát ez az én hamburgerem, de ez amit szeretek én nagyon. Látod, ilyen hús van benne. Mink a hús az egy kicsit lehet, hogy vastag, meg van benne uborka, meg a szokásos dolgok. Amúgy ilyen. Nem tudom, hogy nagy-e, vagy nem nagy-e, de nagyobb, mint mondjuk egy ennyiként megmondom, átszós hamburgertnél nagyon. Most megesztük ezt a hamburgert, legalábbis én megeszem. A Lukasz megeszi a halját. Várj, mutatom halat. Mi a helyzet? Ez a Lukasz halja. Vagy hala. Hát, ilyen sülőkrumplival. Aztán van hozzá ilyen szósz, ilyen paradicsomos, ilyen ketchupos. Hogyha valaki kér, volt meg a sülőkrumpli. A Davis az meg... Látod, ilyen ez a csirkés nugget. Gyere! Úgyhogy eszünk, aztán megyünk a belásra. Ettünk, megebédeltünk, most öltözködünk és elmegyünk. Amúgy kell venni, képzeld el, nem csak nadrágot kell venni, hanem kell venni papucsot. Ugyanis, ja mindjárt, mit? A játékokat? Viszik a játékokat? Miért? Miért viszünk játékokat a bevásárlóba? Én viszem őket. Miért? Miért én viszem? Bele a zsebembe? Aj, te! Na, visszük a Minecraftos játékokat a bevásárlóba, hogy legyen mivel játszani, ugyanis ott nincs elég játék. Amit akartam mondani, kell vennem papucsot a nyaraláshoz, nem azért, mert én papucsba járok, nem szoktam papucsba járni soha, de zuhanyozni úgy szoktam, tehát ha megyünk nyaralni vagy akárhova, és zuhanyzóba megyek, zuhanyzom magamat, akkor általában a papucsba, mert hát, hogy koszos, hogy valami biztos, hogy kitakarítják, de nem tudom, nekem vannak ilyen dolgaim, és én csak papucsot tudok zuhanyozni, hogyha nem itthon vagyok. Aztán ezen kívül képzeld el, mit kell még venni? Egy pár ilyen kisebb dolgot kell ugye venni a nyaraláshoz. Amúgy útlevele még nincsen a Davisnek, reméljük, hogy a héten megérkezik, mármint a jövő héten, mert hogyha nem, akkor gondba leszünk. Na mindjárt. Amúgy ez az első útlevele a Davisnek, ugyanis eddig ugye még nem volt, mert nem kellett neki, a Lukasznek van, nekem van, a feleségemnek meg lehet hosszabbítani, úgyhogy még az övének is ide kell érkezni, és a Davisnek is én remélem, hogy meg fogja kapni, és most már csak pár hét, és indulunk, és útlevél nélkül ugye nem lehet utazni. Hova mész? Nem, erre megyünk a garázson keresztül, zárt be. Nem, csukd be, close it. Vagy csofinga, úgy. Okay, te zárd be. Nem ugye, úgyhogy reméljük, hogy ide ér az útlevél. TV-t lekapcsoljuk, és megyünk. Hiszem a szemüveget. Még el nem felejtem, jó, hogy eszembe jutott ez a videós szemüveg. Ezzel ugye könnyebb filmezni bent mindenfelé.
ahol nem tudom tartani a Davis-t, ugyanis a Davis-t még mindig fel kell vennem, és egyszerre kamerázni, meg a Davis-t tartani, ugye egy kicsit nehéz. Amúgy ezt a szöveget Pivot Head-nek hívják, és a pivothead.com-on megtalálját, mi is rettentő sokan kérdezitek, hogy hol nézvettem ezt a szöveget. Hát minden alkalom, amikor van egy ilyen videó szemüveges videó, na mindegy, értitek, akkor ide a videó alá mindig írjátok, hogy hol vettem, hol lehet ilyet kapni, úgyhogy ott lehet kapni a pivothead.com weboldalon. Mit akarod használni? A szemüveget? Jó, majd használod te is. Most én használom. Na, menjünk. Megérkeztünk, hozom a szemüvegemet, és mutatom, mi áll mellettünk. Kettő olyan autó áll, képzeld el mellettünk, mint a mi autónk. Mint ez az autó, kivéve a miénk a legjobb változat, ez a kettő pedig csak a sima változat. Na várj, mutatom. Az egyik az ugyanolyan színű, mint a miénk. Ez például, amit van mellettünk, ez kék. A másik, ami itt a túloldalt, amit most nem látni, az ugyanolyan színű, mint a mi autó. Megpróbálom lefilmezni a szemegemmel. És komolyan mondom, nagyon ritka a mi autónk, tehát körülbelül ha havonta egyet, hogyha látok, hogy jön velünk szembe, komolyan mondom, itt kettő. Na minden, érdekes, vicces. Na menjünk, megmutatom nektek a szemeggel. Ó, na gyere nyuszi. Na ide nézzél. Ott a mi autónk, csak más színbe, ugye az alapváltozat. Let's go this way. Látod, ez a mi autónk, ez a szín, csak mutatom, hogy valaki nem látta még. Kívülről, what? Ez az autó, pedig ugyanaz, mint a miénk, csak az alapváltozatban, de még van rajta, látod? Ugyanúgy vonóhorog is. Egy kicsit koszosabb. És nincs rajta matrica. Ja, az a mi autónk, mi? Ja, az a Simon, ugyanaz, mint a mi autónk, ott meg abban a kékben. Ez pedig a régi autónk, a Mazdánk. Itt az öcsém, látod? Mazda. És lecserélte a kereket rajta. Oh, úgyhogy itt van az öcsém, valahol a bevásárló, lehet, hogy találkozunk fel, ahol meglátjuk. Na, itt vagyunk a ruhásboltba, és képzeld el, lemerült a szemüvegem. Lemerült a szemüvegem, ugye, Davis, úgyhogy nem fog fel tudni filmezni. Úgyhogy a telefont elővettem, úgyhogy azzal fogok most itt filmezni, vagyis megpróbálok. Mit csinálsz? Na, tényleg csak le oda lejutja. Na, menjünk nézni a ruhákat. Mi? Meg lehet volna nézni, hogy meddig van az akkumulátor a szemüvegbe. Na, eljöttünk nézni DVD-ket. És befejeztük a ruhavásárlást. Mit találtam? A Wonder Woman? Ez a régi, nem? Ja, a full sorozat. Ja, ez a sorozat. Van itt én sok DVD. Ja, a Batman és sok DVD. Nem? Dehogy nem. Van oda ennyi DVD-nk lenne, ha nem is tudnám, hova raknánk. Én mindig akartam lakni itt. Ja, itt lakunk, és ez miért lenne jó? Ah, itt lakunk. Mit? Semmi. Ide költözünk? Te ennyi DVD-t. Mit? Itt van az a VHS. Blu-ray kamera. Aha. They were going for 50. I'm just saying, these things were going for 50. Menjünk közben, tartjuk a Davis-t, ezt mondtam, hogy nézz kamerázni, meg tartani a Davis-t. Azért ott volna jó a szemüveg. Na mindegy. Na, hova megyünk? A Lego nézőbe megint. Hova másokba? Te? Nézd, szemüveges kutya. Mit látunk itt, mi? Kutya sonok. Lukasz könyvet néz, feleségem valahol a cipőket. Én meg a Davis-től a játékokat. Szokásos, aztán innét megyünk, nem is tudom hova megyünk, még valamit kell azt hiszem néznünk. Papucsot! Ja, papucsot kell néznem, azt nem néztünk még. Mit? Mi az? Mi? Ja, érdekes. Na menjünk. Itt van a papucs, oda nézze. $2. A 9-es az én mértem. Lukasz, hol vagy? Keresel nekem egy 9-eset? Vagy egy 10-eset, azt hiszem ott a sarokban. Ja. Azért elvisszük, megpróbáljuk, ide leülünk, gyere. Yes? Aztán van itt $15. $22 is, látod? Na mindegy, nekem elég lesz ez a $2 is a zuhanyzóban, nem? Ide leülünk, aztán megpróbáljuk. Nézd, mindenkit hagyta a cipőjét. Oda nézd, mennyi cipő. De az ital is tocs hagyta valaki, te. Na nézzük, zokni van rajtam, de jó lesz ez a zokniva. Várjál, mindjárt nyuszi.
Jó lesz? Szerintem jó lesz ez a majd. Nem? Mit szólsz hozzá? Tessék, itt van a játékos. Úgy, hogy visszarakjuk a cipőmet. Hozzáérkeztük, ugye felkapcsoljuk a villanyt. Nem lesz. Most már lekapcsoltuk. Na, csömet látuk, és bekapcsoljuk a tévét, ha megtaláljuk a távirányítót. Te meg mit csinálsz? Hm? Te leszel az Iron Man, Nyuszi? Amúgy, hol vagy? Hol a másik távirányító? Megvan az is. Meg kell mindent kapcsolni, hogy valami legyen a tévébe. Látod? Mindjárt bejön. Reméljük. Mi van a tévébe? Várj, ne halkítjuk. Amúgy azt akartam mondani, tudod mit akarok venni a télre? Egy ilyen, végülis egy olyan minden hősugárzó, csak olyan, mint a tűz jön neki belőle, mint ilyen, ilyen fatüzelésű kályha lenne, vagy valami, de nem igazi ugye, mert nem tudom berakni a kéményt, meg nálunk ugye itt nincsen. De úgy néz ki, tehát ilyen elektromos, régen ilyen volt a régi házban, hasonló, csak ez ilyen másabb fajta. Gondoltam, hogy oda a sarokba, vagy oda, hogy szépen néz neki, meg hogy este leülünk ugye a tévét nézni, akkor olyan hangulatosabb lenne, vagy nem tudom, meg persze melegebb is télen a ház, és na minden, ma meglátjuk, majd próbálok egyet keresni. Néztem már egy párat, ami tényleg rettentően tetszik, az rettentően drága, miatt nem fogok vásárolni, ugye mert használjuk a hősugárzót, hogyha használjuk, tavaly nem is használtunk, de egy, max egy pár hétig, egy pár hónapig maximum, és még attól függ, hogy milyen hideg van, de azt mondják, hogy idén délen is lesz olyan túl-túl hideg, úgyhogy ma meglátjuk. Mit csinálsz? Mi van a földön? Ja, tudod mi van ebben a szőnyegben? Mindenhol Lego. Csak nézd, ott is van. Látod, elveszik, ez mondjuk még előjön, de a legtöbb az itt bent van, látod, mint ez most így. És hol a Lego? Sehol nincs a Lego. Itt a Lego. Mikor jövök a porszívóval, annyi Legót össze szoktam porszívózni itt ebből a szőnyegből. Aha, amikor messzit lábújuk, lépkedünk rajta és beleáll a lábodra, ilyen kellemes érzés. Na mindegy, én ezt a mai videót befejezem, nem tudom hol a Lego. Ezt a mai videót én most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!